jóval gyengébben játszottunk, mint amire képesek vagyunk, de már voltak biztató jelek. Nagyon nehezen jöttünk bele a mérkőzésbe, nagyon nyögvenyelősen kezdtünk védekezésben, amíg tudtunk koncentrálni, támadásban voltak a nagyobb problémáink. Szerencsére a második fél időben közé tudtuk tenni azt az eredményt, ami úgy gondolom, hogy helyén való. Valóban nagyon harcos meccs volt, még talán a szokottnál is keményebb. Nyilván ez mindenkinek fontos volt, ez a két pont. Nagyon tisztában vagyunk vele, hogy Csurgónál ez könnyű dolgunk. 45 percig, azt gondolom, szoros volt a mérkőzés. Úgy, ahogy mondtad, azt lehet mondani az egész 60 percig, hogy szerintem egy egész jó tempó volt és hajtós volt. Sajnos a végén nyílt az olló két csapat között, és ennyi, ha nem is, azt gondolom, ha nem is ennyivel, de megérdemelten nyert a Szeged. Nehéz mérkőzést játszottunk, meg kellett szenvednünk az éppen is a győzelemért, gratulálok a Csurgónak, nagyon jól játszottak. Nagyon jól fel voltak készítve, válogatottból jöttünk vissza, akkor mindenkinek nehéz, 6-7 felől jöttünk, de én úgy gondolom, hogy mindenki dolgozott keményen, ez most ma erre volt elég, dolgoznunk kell, tovább a lényeg a két pontot, itthon tartottuk, végére magabiztosan nyertük a mérkőzést, dolgoznunk kell. Az első fél idő abszolút nem úgy alakult, ahogy azt mi szerettük volna. Amint említettem, csak ismételítem magam, hogy a második fél időben tudtunk úgy, hát nem is úgy játszani, ahogy tudunk, mert jóval gyengébben játszottunk, mint amire képesek vagyunk, de már voltak biztató jelek. Csak úgy, mint a Szeged, mi is tegnap tudtunk először edzeni együtt, ugye különböző nemzeti válogatottaknál, illetve a B-válogatottnál volt a csapat több mint fele múlt héten, úgyhogy egy napunk maradt készülni. Én úgy gondolom, hogy egészen jól pörögtünk, az akarattal nem volt baj, sajnos a minőségben a végére volt különbség a két csapat között.